Azért vállaltam el a Hősök tere 30 napos kihívását, mert nagyon szeretném, hogyha az apró kedvességek kultúrája terjedne. Ezekkel az apró odafigyelésekkel, egymás felé fordulással sokkal több jót tudunk termelni, mint amennyi befektetés. Egyszerűen elkezd a jó így sokszorozódni, és gyereket, fiakat szülni. Épp az imént próbáltam ki azt, amit én vállalok. Én ugyanis azt vállaltam, hogy a számomra ismeretlen emberekkel, az utcaemberével, taxisofőrökkel találkozva az utamon, éneklek nekik egy picit. Vagy olyan dalt, amit ők szeretnek, vagy ha rám bízák, akkor egy-egy népdalt, egy-egy verszakot, és azt tapasztaltam, hogy nagyon meglepődnek, és nagyon örülnek ennek a kedvességnek. Az imént az történt, hogy elénekeltem az úrnak az egyik dalt, és azonnal kapott egy címet tűnünk 3 percre, és nagyon csillogott a szeme, az különösen nagyon-nagyon jó volt nézni. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy benne lehetek, és nagyon szeretném, hogyha majd követnétek azt, ami történik velem, és aztán ti is próbáljátok ki ezeket az apró kedvességeket. Sziasztok!